Pedagógusok, a közoktatásban és a szakképzésben dolgozó szakemberek a Pécsi Tudásközpont előadó termében szerda délután. Szakmai évnyitó értekezletre jöttek, hogy megtudják a most induló tanévre vonatkozó legfontosabb információkat. Van miről beszélni az idei tanév előtt is, ami ugye napokon belül elkezdődik, úgyhogy nagyon örülök a lehetőségnek is, hogy tudunk egy kicsit együtt lenni, találkozni és így indítani a tanévet. Fogok beszélni többek között valóban a pedagógus béremelésről, ami 2025. januárjától újra folytatódik, tehát egy várhatóan 21%-os béremeléssel tervezünk a következő évben is. Ezen kívül ingyenes jogosítvány, telefonok kérdése, ovikréta indulása, mindennapos testnevelés, tankönyvek, tehát nagyon-nagyon sok olyan téma van, amit át kell beszélnünk, amiről szükséges, hogy információkat kapjanak az itteni kollégák is. A nyár híre volt, hogy az iskolákban a gyerekek nem használhatják a mobiltelefonjukat, illetve okoseszközeiket szeptembertől. Ezzel az órai munka a tanulás hatékonyságát akarják segíteni a tanintézményekben. Vannak bizonyos keretei, amit rendeletben szabályoztunk, hogy el kell megvalósítani, de természetesen nem lehet az, hogy irányítva megmondjuk, hogy ez pontosan, polcról polcra mondjuk, hogy fog megvalósulni, tehát ilyen szinten kaptak lehetőséget az iskolák, hogy saját maguk kidolgozzák a saját lehetőségeikre, intézményükre, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos feladat, hogy erre a társadalmi problémára reagáljunk 10 évvel ezelőtt, ez nem volt kérdés, ma kérdés. A szabályozási keret szerint át kell adni a telefonjaikat a tanítási nap elején, azokat el kell zárni, majd a tanítási nap végén kaphatják vissza ezeket az eszközöket. Természetesen oktatási célra használnak majd laptopokat, számítógépeket az iskolákban, mondta a helyettes államtitkár. Szeptembertől segítik a jogosítványok megszerzését a középiskolákban. Azt látjuk, hogy az elmúlt években nagyon-nagyon fölment az ára a jogosítványnak, és ez is egy olyan lépés, amivel szeretnénk segíteni a fiatalokat, illetve a családokat. Most első körben a köznevelés terén az elméleti oktatás fog megvalósulni, és a végzős diákok a kréta rendszeren keresztül végezhetik el a tanfolyamot, és ott is fogják a vizsgát is letenni. Erre a lehetőségre a végzős középiskolai diákok jelentkezhetnek. Sok vitát vált ki már évek óta a tanárok létszáma. Lesz elég pedagógus a tanév teljesítéséhez? Nagyon érdekes számok keringenek a köztudatba és mindenféle elemzésekbe, ezt én szeretném cáfolni. Természetesen foglalkozni kell ebben a témával, tehát nem azt mondom, hogy ez egy olyan dolog, amit el kell söpörni, mert semmi aggodalmunk nem lehet. Foglalkozni kell vele. Az elmúlt években számos olyan rendelkezés, vagy akár program született, ami ezt támogatja, legyen az új életpálya bevezetése, vagy a béremelés, ami nagyon-nagyon jelentős, amit nagyon gyorsan viszont láttunk a felvételi számokban. Februárban 13 ezer felvételiző döntött úgy, hogy a pedagógus pályát választja, a most zárult pótfelvételi időszakban pedig további 4700 fiatal csatlakozott hozzájuk. Az elmúlt évekhez képest ez rekordnak számít, ami egy jó visszajelzés, és jól mutatja a tanári pálya népszerűségének növekedését a szakember szerint.